Sziasztok, drága barátaim! Mikóczi Ferenc vagyok, és újra itt vagyunk egy gyors kis villámtanítással. Ma készültem nektek nagyon érdekes kis tanítással, mégpedig jobban megismerjük saját magunkat. Belegondoltál vajon abba, hogy te egy romboló vagy építő személy vagy? Jó a kérdés? Én azt vallom, és úgy gondolom, hogy valahol minden ember Isten igazából jó. Ott legbelül, a szíve csücskén. Csak valahogy menet közben, genetikailag, sejtszinten hozunk magunkkal bizonyos jellemvonásokat, szülői mintákat, esetleg környezetünkből felszívott tulajdonságokat. És ezek által működünk a mai nap. De nem kell így leélnünk az életünket. Mindig van lehetőség a változásra. És most azt szeretném, hogy picit nézz magadba, és meg fogsz lepődni azon, hogy mind a két csoport, mind a két fajta, a romboló és az építő is megtalálható benned. Mert csak vedd azt, hogy van úgy, hogy az élet napos oldalát látod, némelykor pedig az élet porús oldalát. Mikor vagy pozitív? Vagy mikor vagy esetleg negatív? Vagy mindig lelkesedsz? Mindig az angyalok oldalán vagy? Vagy néha azért megszólal benned az a kis ördög? Hova sorolnád magad? A Gandhihoz? Aki a társadalmat építi, az emberiség javát szolgálja? Vagy akár a Sztálinhoz? Aki akár egy diktátorként, egy elnyomó személy, aki a környezetét rombolja, tönkreteszi, és ő akar uralkodni mindenki felett? Nézd magadba! Nehéz volt felismernem saját magamban, hogy valójában mind a két szeglet megtalálható. Csak tudod, nem mindegy. Az nem mindegy, hogy milyen arányban van benned az egyik, és milyen arányban van benned a másik. A nagy tanítók mind azt hangsúlyozzák, hogy annak az öt embernek vagy az átlaga, akivel a legtöbb időt töltöd. Ez akár lehet súlyban, akár gondolkodásmódban, de esetleg pénzben is. A családot egynek veszik, egy személynek, majd a kollégákat, barátokat, és esetleg a közvetlen környezetedet. Tehát nézd meg most, vizsgáld meg egy picit, ki az az öt ember, akivel a legtöbb időt töltöd. Nagyon sok felismerést fogsz ezzel kapcsolatban kapni. Jó, de most kérdezheted, oké, értem, de hogyha a közvetlen környezetem, vagy akár a családtagom a romboló személy, mit tehetek? Hát egy tanácsot mindenképp tudnák neked ezzel kapcsolatban adni, hogy annak a személynek egy jellegzetes tulajdonsága van, vagy egy habitusa, hogy ő neki minden esetben igazának kell, hogy legyen. De kérlek, ne add meg számára azt az örömöt, hogy elvegye a jó kedved. Hadd meg, hadd legyen igaza! Ezt nem azt mondom, hogy folyamatosan hódolj be neki, de ha annyira makacs, annyira csökönyös, akkor nem tudsz mit tenni vele, mert ő neki az a szándéka, hogy neked tönkre tegye az önbecsülésedet, az önbizalmadot, hogy tudja uralni a teret, majd tudjon uralni tégedet is. De hogyha szeretetet adsz neki, és jó kedvet, és nem hagyod magad kibillenteni a belső egyensúlyodból, nem tud veled mit kezdeni. Jó, vannak olyan szélsőséges esetek is, mikor már nem tudsz mit tenni, akkor lépj ki a helyzetből. Hadd ott. Van döntési lehetőséged. Nem kell vele leélded az életedet, vagy akár, hogyha a kollégád, vagy ismerősöd, nyugodtan változtathatsz munkahelyet. Így van? Mindig van változtatásra való lehetőséged. Gondolom a építő személyeket nem kell bemutatnom, ők folyamatosan lelkesek, ambíciósak, folyamatosan akarnak, mosolyognak, segítnek. Folyamatosan bennük van a lendület, bennük van a akarás, a vágy, hogy többek legyenek, jobbak legyenek. Hogy változzanak. Mert a változás fogja meghozni azt a fejlődést ebbe a világba, hogy sokkal jobb életünk legyen. Most vizsgálj, csinálj magadba egy ilyen önvizsgálatot, hogy ha van benned esetleg a rossz oldalon
némely jellemvonás, akkor ezt simán le tudod építeni. Igaz, hogy kőkemény meló lesz, de fog sikerülni, ha megvan benned ez az akarat. És hogyha nem, akkor kér segítséget. Mindig vannak emberek, akik ebben tudnak neked segíteni. És a blogvideónk legvégére, ha csak gyorsan kéne elemezned azt, hogy ki a nagyobb mértékben romboló, ki a nagyobb mértékben építő személy, akkor egy dolgot vizsgálj meg. Egyetlen egy dolog, ami nagyon fog ebben neked segíteni, mégpedig mennyire van meg benne a segítő szándék. Mire is gondolok? Nem az a szándék, mikor valamit vár érte cserébe, és manipulál valamilyen szinten. Nem az a szándék. Az a szándék, hogy akkor is keres téged, mikor kvázi nincs rád szüksége. Érdekli, hogy hogy vagy, vagy mi van veled, vagy hogy megy a sorsod, hogy megy a életed, vagy esetleg tud-e valamiben segíteni téged. Nem csak akkor, mikor valamire szüksége van, mert ugye ismered a környezetedbe, csak akkor hív, mikor valami kell neki. Mikor bajba van, akkor szorul rád. Ezeket mind meg tudod vizsgálni, és ennek függvényében tudsz előre fejlődni. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én bízom benne azok, hogy ezek a kis videók tudnak bizonyos hasznos információkat neked adni. Nekem, hogyha 10-15 évvel ezelőtt lettek volna a kis villámtanítások, akkor sokkal hamarabb felismertem volna magamba a sötét oldalt, a romboló szemét, és egyre jobban építettem volna a erősebbik, a angyali oldalamat. De így hát kicsit később jöttem rá, de még sosincs késő, mert mind a jóbor is idő kell neki, hogy érlődjön. És ezt tudom neked is tanácsolni, hogy indulj el az utadon, ha pedig már elindultál, akkor tarts ki, mert a siker nem vár a sokáig magára. Most pedig, hogyha tetszett a videón, kérlek, küld tovább, neked csak egy kattintás, ismerőseidnek, barátaidnak, lehet sokkal többet tud segíteni. Namaste!